Vadászkürtek köszöntötték szombaton az összegyűlt vadászokat és a vendégeket a Sóstóhegyi épületkertjében. A közel 25 éve működő és eddig bérelt irodákat használó megyei vadászkamara néhány hónapja már itt végzi munkáját. A nagy közönség számára azonban most nyílt meg a székház. Az iskolásokat egynapos osztálykirándulásokra, vadásztáborokba várják a későbbiekben, a vadászat és a természet szeretetére nevelve őket. A megnyitón a kamara országos elnöke is a gyermekek megszólításának fontosságát emelte ki. A fiatalokat kiszakítsuk egy kicsit abból a környezetből, amit most nem kell lecsetelnem, hogy mibe kerültek, mit hoz ez a modern világ. Egy kicsit bevigyük a természetbe, és ahogyan most egy nagyon jó szlogenje van a vadászati világkiállításnak, hogy egy a természettel, ezeket a gyerekeket is tegyük egyé azzal a természeti környezettel, amiben élünk, és nem kell, hogy későbbiekben vadászok legyenek, de ismerjék meg ezt a környezetet, és tudatosuljon bennük, hogy ennek a környezetnek a hosszú távú fenntartása, fenntarthatóságának a biztosítása, az gyakorlatilag nekik is, meg az egész társadalomnak, minden rétegnek alapvető érdeke a jövő vonatkozásában. A közel 200 millió forintos beruházásnak köszönhetően a vadászok parkolása is megoldottá vált az ügyintézés idejére. A hivatásosok oktatását, továbbképzését eddig különböző helyeken végezték, most ezeket is sikerült egy fedél alá hozni. A kamarának emellett további tervei is vannak az új székházban. Szeretnénk egy olyan pincelőteret, egy csőlőteret létrehozni, ami 50 méter hosszú és nagygolyós fegyver belövésére, illetve kipróbálására is alkalmas, és ezt szeretnénk a megyei vadászkamara tagsága számára ingyenessé tenni. Bármikor, amikor vadászni megy, esetleg nincs ideje kimenni egy nagy lőtérre, akkor beszalad ide, egyet-kettőt lő a fegyverével, megbizonyosodik róla, hogy rendben van, és utána nyugodtan, biztonsággal mehet vadászni. Őzbak trófeamustrát is tartottak, és egy együttműködési megállapodást is aláírtak. A vadgeorendszer célja, hogy vadgázolás esetén, ha azt bejelentik az autósok a rendőrségnek, egy interaktív térkép alapján értesíteni tudják a területen illetékes hivatásos vadászokat. Ennek egyik részvevője a megyei kormányhivatal, amely már eddig is több területen együttműködött a megye vadászkamarájával és társaságaival. Az afrikai sertéspest is megjelenésekor a kamarával közösen szerveztünk vírus gyorsasággal olyan tanfolyamokat, amelyen a vadászok megszerezhették a megfelelő tudást a járvánnyal kapcsolatosan, de együttműködünk velük a vadgeórendszernek a kiépítésével is, ami a vadütközések esetén segíti a gyorsabb ügyintézést. És még egy harmadik példát is, hogy mondjak, az ágazati bértámogatási programnak részesei voltak a vadásztársaságok is, tekintettel arra, hogy az ő bevételéket is jelentősen érintette a járványhelyzet. Az elmúlt néhány évben az ország 19 megyei kamarájából 12-ben történt, vagy van folyamatban hasonló nagyságrendű fejlesztés.